Szeretettel köszöntök mindenkit a Filmklubban. Ma egy szerelmi történetet fogunk megnézni, egy kis iróniával, egy kis humorral fűszerezve. Két egykori szerelmes véletlen találkozása, melyben kirajzolódik, hogy mennyire másként látja a kapcsolatot egy férfi és egy nő. Szerelem a felhők fölött, ezt a francia romantikus vígjátékot fogjuk megnézni a Filmklubban vendégemmel, Skultéti Szabó Katalinnal. Szia! Szia, Géza! Másként látjuk a kapcsolatokat, férfiak és nők? Nagyon sok mindent másképp látunk. Azt gondolom egyébként most ez a film kifejezetten jót fog tenni nekünk, szerelmes, romantikus, ebben a Covid időszakban, vészterhes időszakban szükségünk van erre, hogy egy másfél órás kikapcsolódásra. Nagyon sok mindent másképp látunk, de nem akarok sztereotípiákban, sémákban gondolkodni, hogy mennyire különbözőek vagyunk, mert ugyanakkor egyenlőek is vagyunk, csak az egyenlőség nem az jelenti azt, hogy egyformák. Másként lát egy férfi bizonyos dolgokat, és másképp egy nő, de hát ez attól is függ, hogy milyen családi neveltetést kapott, milyen családból jött, milyen modelleket kapott az élete során, anyai, apai minták, és azt gondolom a szociokulturális hatásoktól is függ attól, hogy milyen társadalmi normák érvényesülnek az ő életében, vagy vallási normák, tehát nagyon sok mindentől függ az, hogy egy férfi és egy nő hogyan viselkedik egy párkapcsolatban. Azért abban mindenképpen van különbség, ahogy a férfiak és a nők a kapcsolathoz, mint jelenséghez állnak, mármint a szerelmi kapcsolathoz. Valóban mások az elvárásaink? A szerelemtől, a párkapcsolattól? Az elvárásaink lehetnek azonosak, de tényleg azért sok mindenben különbözőek vagyunk. Azt képzeld el, hogy egy nagyon híres fejlődéspszichológus, Erik Erikson csinált egy kísérletet, amiben építőkockákat adott a fiú és a lány gyerekeknek, hogy építsenek valamit, és a fiú gyerekek egy miniatűr felhőkarcolót építettek, míg a lányok egy körkörös formát, egy sablont és színes kiszínezték azokat ceruzával, stb. Tehát, de ezek például szimbólumok szinte, hogy így mondjam. Igen. De hogy azt is tudjuk, mert például neuropszichológiai kutatásokból, hogy a férfiaknak mondjuk a vizuális látása, észlelés, ez a performációs, cselekvéses intelligenciája jobb, mint nőknél. Ugyanakkor nőknek viszont a színlátása jobb. Gondolj abba bele, hogyha én pontosan el tudom mondani, hogy a kéknek milyen árnyalatai vannak rajtad, a ruhádon, te viszont azt fogod mondani, hogy van rajtad sötétkék és világoskék. Mi sokkal több. Ez a különbség? Sokkal, hát ez az idegrendszerben különbségek vannak, illetve hát vannak ennek evolúciós alapja is. Gondolj arra, amikor a férfi vadászott, akkor a horizonton belül meg kellett látnia a zsákmányt, illetve haza kellett találnia, tehát jól járt akkor, hogy a térésztelésre az magasabban funkcionált. Míg a nők, azok úgy egy gyűjtögető életmód ott volt, és ezt is megfigyelték mondjuk marketing pszichológiában, hogyha lehet választani a pöttyös és a csíkos elemek között, akkor a férfiak az egyenest fogják választani, míg a nők a pöttyös. Tehát gyűjtögetünk, nekünk a bogyókra koncentrálódik a figyelmünk, de rengeteg dolomban van különbözünk. Nyilván a kapcsolati preferenciánkban, igénylistánkban is. Tehát a nő, mi nők, hát azért kötődni szeretnék. Igen, ezt érzelmek, mondani, hogy a biztonság, fontos, igen, nem? A kötődés, a biztonság. Mi rögtön elkezdünk fantáziálni, elképzeltük már magunkat az oltár mellett a leendő partnerrel, aki udvarol nekünk. A férfi azért egy jóval vizuálisabb, őt elsősorban először a szexualitás vezérli, ugye? Hát ez is evolúciós alapja van, termékenyítsük meg az összes nőt. Aztán, hogy a kötődés nála is el fog menet közben mélyülni, csak ez egy hosszabb folyamat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek is megvan az alapjai, ezek az ősi gyökerei, egyenlőek vagyunk, de nem egyformák. Az, hogy egyébként a férfiak, azt mondtam, kicsit igazságtalanul, de hát nyilván egy kicsit a sztereotípiák mentén beszélgetünk, hogy így egyszerűsítsük a témát. Az, hogy biztonságra vágyik egy nő jobban. Rögtön a kapcsolat elején már azt szeretné, hogy ott tartson a kapcsolat, hogy ezzel egy örök érvényű életem végéig is veled vagy. De én azt érzem nagyon sok férfi bajtársamtól, hogy a férfiak is vágynak erre. Csak talán ezt nem annyira merik eleinte kommunikálni. Talán maguk számára sem. Ez nagyon függ attól is, hogy milyen kötődést hoz az illető. Tehát, hogy ugye mi is pszichológusok vizsgáltuk ezt, hogy bizonytalanul, stabilan kötődik, elkerülő kötődést, ezt hozzuk a koragyerekkorból. És hogy ez a kötődési minta, ez meg fog nyilvánulni későbbiekben a párkapcsolatunkban is. Mesélj kicsit el, hogy mit jelent ez a kötődés? Ez mindenképpen az édesanyához való, vagy akár az édesapához, tehát a szülőkhöz való kötődést jelenti? Ez a szülőkhöz való kötődést jelenti, hogy mennyire volt kielégítő
a kapcsolatunk. Nem lehetünk tökéletes szülők, ezt szoktuk mondani, hogy elég jó szülőnek kell lenni, és hogyha ez az elég jó szülőség ez kialakult, akkor le fogok tudni az anyámról, édesapámról válni, meg fogom élni a függetlenségemet, és egy felnőtt párkapcsolatot, egy stabil párkapcsolatot ki fogok tudni alakítani. Tudod, nekem a filmről az jutott eszembe leginkább Mozartnak a Don Giovanni operája, mert ott minden férfi Don Giovanni szeretne lenni, aki az összes nőt megkapja, és szexuális kapcsolatot létesít vele, majd tovább lép. De hogy igazából ez egy felszínes, ez egy bizonytalan, ambivalens kötődés, és Don Giovanninak nagyon alacsony az önértékelés, és ezt az alacsony önértékelést a rengeteg női skalppal kell megerősítenie. Tehát de miért van az, hogy a nők mégis vágynak egy kicsit erre? Nagyon sok hölgynek ez imponáló, hogyha férfi ezt. Tudod, ez addig imponáló az első kalandig. Aha. Aztán utána meg lesz ez a belső reprezentációnk, hogy soha többet Don Giovanni, inkább Leporello a szolgálja, aki egy biztosan kötődő pali. Hogyha aztán a párkapcsolatnak a mondjuk így a mindennapi oldalára ugrunk át, tehát nem a szerelembeesésre, ahol mindenki Don Giovanni szeretne lenni, de aztán mondjuk így, hogy színes és egyben szürke hétköznapok életében viszont az állandóság a fontosabb mindkettőnk számára. De ott is kiütköznek a különbségek. Hol kell elkezdeni kompromisszumot kötni? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az elején az kevés kompromisszumot kössünk. Tehát, hogy pszichológusként, meg már több mint egy évtizede élek párkapcsolatban, azt gondolom, hogy az elején legyen meg az az igénylistánk, hogy mit szeretnénk. És egészen racionális dolgok is jussanak ilyenkor eszünkbe. Például az érdeklődés, hogy engem nagyon érdekelnek a ha már az opera, viszont a másik nagyon szeret kirándulni, én a hátam közepére kívánom az egész kimozdulást hétvégén, akkor ez már a kapcsolat elején ez egy konfliktus forrás. És akkor még a nagy szerelem ezt el fogja tusolni. És én azt gondolom, hogy legyen meg ez az igénylistánk, de ez ne legyen irreális, ne legyen az, hogy átugorhatatlan legyen, vagy megugorhatatlan, mert akkor igazából viszont tényleg nem akarom lekötni magam, és mindig az lesz, hogy jaj, hát nem tudok megkapni senkit, mert nincs elég jó. De van elég jó, csak az én igénylistám óriási. Tehát először reális kompromisszum, nem is reális kompromisszumot, hanem először reális igényeink legyenek. És nagyon fontos, ugye Füst Milány is azt mondta, hogy a házasság egy négy lábon álló, aztán az egyik lába az a közös érdeklődés. Hogy a másik az, hogy például ilyesmiben az iskolázottság. Azt szokták mondani, hogy a papír az nem számít. Én ugyanezt vallom, a papír nem számít, de az odáig vezető út viszont számít. Tehát, hogyha valaki mondjuk 15 évet az iskolapadban ült, a másik pedig rögtön kirepült, nem tudom, az érettségi után, más utat feltételez, más érdeklődési kört, miről fognak beszélgetni. Nem a papír számít, hanem az életút. És hogy ezt is vegyük figyelembe, amikor párt választunk. És a másik nagyon fontos kérdés, hogyha már úgy indulunk bele, hogy én meg akarom változtatni a másikat, az nem fog sikerülni. Az nem fog sikerülni, és egy hónap, két hónap, két év után ott fognak állni, hogy hát miért is váltunk el? Nem. Tehát, hogy őt úgy szeressük, ahogyan van. Jól kell választani. Menet közben úgyis rengeteg kompromisszum lesz, lemondás. Folyamatosan erről szól egy párkapcsolat. Tehát legalább az elején legyen meg az a stabilitás bennünk, amikor ott állunk az oltárnál, hogy na, ő az igazi, és megfelel annak az igénylistának. És ne azzal induljak neki, hogy na, majd ezt megváltoztatom, meg így, meg ez lesz, mert ez már azt gondolom, hogy ez nem jó, nem jó irányba visz. Amikor egy szakítás után eltelik egy kis idő, akkor hajlamosak vagyunk egy újrakezdésre. Vagy valamelyik fél kezdeményezi, vagy mind a kettő azt érzi, vagy éppen nem találtak új társat az illetők. Működik-e szerinted az újrakezdés úgy nagy általánosságban, vagy mik a tapasztalataid, és ha működik, akkor mikor működik? Hát tudod, Géza, én mindig el szeretem elkerülni ezeket az általánosságokat. Jönnek hozzám kliensek, és azt mondják, hogy na, ez biztos, hogy nem lesz, vagy ez lesz. Emberi kapcsolatokban sok minden belefér, az is belefér, hogy szakítottunk, és utána összejövünk 2-3 év múlva. Sok mindent láttam én már pszichológus, sőt, főképpen az igazságügyben a legvéresebb, bonyolultabb vállásokat, és utána megint együtt élnek. Tehát működhet. Igen, működhet, előfordul, nagyon munkás. Hozzáteszem, hogy nem ez az átlagos, és ilyenkor mind a két félnek el kell azon gondolkodni, és önkritikát gyakorolni, hogy azért ez egy koprodukció volt, hogy idáig jutottunk, és tökre ment a házasságunk, vagy a kapcsolatunk, miben hibáztunk, és ilyenkor egy önreflexiót kell gyakorolni, és esetleg külső segítséget kérni egy párterapeutával, a segítségét, hogy
hogy akkor most már ne. De az újrakezdéskor? Az újrakezdéskor talán, csak igen. Hát akkor mindenki úgy van vele, szerintem én is voltam már ebben a cipőben, hogy szóval hogy azért a szakítás most még akkor is, lesz. Hogy tessék? Most más lesz. Igen, hogy most már én is más vagyok, most már ő is más. Aztán meg azért mennyire szerettük ismételjük. Együtt. Milyen jó volt együtt. Igen, az de ember valami mindig miatt, a szépre emlékszik. Valami miatt tönkrement az a kapcsolat, és lehet, hogy ugyanazokat a játszmákat, ugyanazokat a sémákat újból elkezdjük ismételni, és talán azért abban segít egy külső szemlélő, hogy erre felhívja a figyelmünket, hogy na még egyszer ezt ne. Mert legtöbbször azt mondjuk, hogy ilyen, ezt meg azt nem fogom csinálni, vagy ugye, hogy én olyan nem leszek, mint az anyám, mert az apám, aztán a legnagyobb paradoxon, hogy végül is olyan lettem. De ugye sok pszichológustól halljuk azt a frázist, hogy nem szabad nem szabad egymást beskatujáznunk és elkönyvelnünk, hogy ő ilyen, még akkor is se, hogyha szeretjük, mert minden ember folyamatosan változik, és mindig mások leszünk egyszer, csak különböző hatások hatására. De szerint ez egy párkapcsolatban ezt észre lehet-e venni? Mert ugye ott vagy a másik mellett, folyamatosan együtt éltek, és lehet, hogy nem is veszed észre, hogy a másik elváltozott melletted, vagy mellőled. Hát valamiben biztos, hogy észreveszem, hiszen ha már egy párkapcsolati szakításról és újrakezdésről van szó, akkor valami történt egy cselekmény. Tehát, hogyha hosszmetszetben megnézzük az egész párkapcsolatunkat, az dinamikáját, akkor mi most elváltunk, meg megint újra próbálkozunk. Tehát valami történt, ez egy objektív tény. Tehát a változást itt észre kell venni, hogy valami miatt oda jutottunk, hogy szétment a mi párkapcsolatunk, nem működött, most viszont valami miatt mégis megpróbáljuk. A kapcsolat elejének a mondjuk így, hogy lángolását, most nem akarom szerelemnek hívni, mert lehet, hogy szerelem is, meg más is, de hogy ez a fajta mondjuk így, hogy őrült időszak, ami egy kapcsolat elejét jellemzi, ez később, amikor már picit változott a minősége és dinamikája a kapcsolatnak, újra meg tud-e születni két ember között szerinted? 10 év házasság, 20 év házasság után? Vagy több? Milyen jó ez az őrült időszak, nem? Az hát jutott eszembe, igen. Amikor az ember úgy kontroll nélkül lebeg, én azt gondolom, hogy minden párkapcsolatnak van egy dinamikája, és hogy hát nagyon naív lennék, hogyha azt mondanám, hogy visszajöhet. Mert hogy az megvan ennek a fiziológiája is, az agyban azok a kémiai folyamatok. Tehát maga az első, ez az őrült szerelem, az olyan, mint egy drogfüggőség, és hogyha nincs velem, akkor elvonási tüneteim vannak. Ugye? Tehát így az agyi hormonális rendszer az úgy változik, hogy minthogyha elvették volna tőlem a drogot, aztán olyan kis szimbiózisban élünk, ahogy stabilizálódik a párkapcsolat, ez a szimbiózis is oldódik, fog, és kifelé tekintünk, a környezetet is kezdjük figyelembe venni, de a szenvedély átalakul, egy másfajta szenvedélyé alakul át, inkább egy szeretetté és egy intimitássá. Tehát minél inkább stabilabb a kapcsolatunk, annál intimebb, annál inkább elmélyül. És sajnos ez a szenvedély rovására történik, most mondjuk meg az igazságot. Igen. Vannak fellendülések, én azt gondolom, főképpen akkor praktikák, hogyha kimozdulunk a környezetünkből, elutazunk, és akkor még időnként vissza tud jönni a régi érzés, így nyomokban, de hát azért nem ugyanaz. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek most meneküljenek a párkapcsolattól, mert egy óriási nagy stabilitást, biztonságot, szeretetet, intimitást, kiegyensúlyozottságot tud adni, és hát ez nem csak mindenki a saját életéből is tudja, aki stabil párkapcsolatban él, illetve a kutatásokból is tudjuk, hogy egy nagyon protektív tényező az, hogy párkapcsolatban élünk, a mentális és a fizikai megbetegedésektől is véd bennünket. Főleg, hogyha gyereke van valakinek, ugye akkor azért a gyerekek is hát egy kicsit ilyen ékek ebben a szerelmi kapcsolatban. Hát akkor mint két feladat megoldó robot, főleg, hogyha kicsik a gyerekek, így akkor van. Úgy működnek a szülők, hogy mit kell csinálni, és akkor ott most ez szerintem törvényszerű. És mindegyik szakasznak megvan a szépsége. Az is, amikor olyan kontrollálatlanul pörgünk a szerelmi mámorba, ott viszont nincs stabilitás. Uh-huh. És állandóan ventilálnunk kell barátunknak, anyánknak, hogy most akkor miért nem hívott, uh-huh. meg miért volt ilyen, óriási nagy hőfokon élünk, de ez kimeríti a szervezetet. Szerinted egyébként, hogyha van ez a kezdeti Szent Ivánéi álomszerű szerelmi láz, ez mindenképpen előjele egy későbbi jó párkapcsolatnak? Vagy van valamilyen összefüggés? Hát a kémia az kell. Aha. Tehát, hogy úgy indulunk már neki egy párkapcsolatnak, hogy egyébként ugye ott van az a képzeletbeli lista, hogy azonos a munkakörünk, az érdeklődésünk, intellektuális képességeink, stb. Viszont nincs kémia, hát az úgy nem fog működni. Tehát ez a bizonyos 4 lábon álló asztalnak a másik lába az a szexualitás. Szexuálisan is kompatibilisnek kell lennünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, mert hogyha nincs
kémia, onnantól kezdve az... Nincs fajfenntartás. Van egy ilyen elmélet az ismeretségi körömben, hogy, hogy az jó jel, hogyha még féltékeny tudsz lenni a szerelmedre. Erről mit gondolsz? Azt gondolom, hogy a féltékenység egy alapvető emberi ősi érzés. Nem csak én gondolom, hanem ezt tényleg tudjuk a pszichológiában. Nem vagy az, hogyha van egy kis féltékenység a párkapcsolatban, az úgy megfűszerezi, hogyha átsuhan rajtunk egy pillanatra egy érzés, vagy meglátjuk, hogy a közösségi médiában mit tudom én, ki lett az új bekövetője, kikövetője, nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de hát ember legyen a talpán, aki ilyenkor átsuhan egy gondolat. Aha. Ennyi. És akkor nem nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Még örülhetünk is neki. Azt gondolom, hogy ebben az hogy esetben még 10-20 év után is van bennünk egy kis féltékenység. Azt gondolom, ez még jó is lehet, de hát az, amikor már órákon keresztül azon őrlődik, és mondjuk esetleg ilyen lehallgató programot, vagy kémprogramot tesz a másiknak a telefonjára, és folyamatosan azt lesi, hogy mikor megy el a WC-re, vagy a fürdőszobába, hogy gyorsan a kód kikódolja, és belenézzen, vagy követi. Az már bizalmatlanság. Hát az már nem bizalmatlanság, ott már el kellene jönnie hozzá. Mert ezzel biztos, hogy magát is egy börtönbe teszi, egy óriási szorongó börtönbe, de a másiknak is az idegrendszerét meg fogja enni. Kis beugrás, egy ilyen in medias rész. A telefon, mi a véleményed arra, hogy megnézhetjük-e a másik telefonját egy párkapcsolatban? Ez mostanában szerintem azért egy gyakori kérdés. Én azt gondolom, hogy nem jó ez a... Nem anya-gyerek kapcsolatban vagyunk, már mindenkinek megvan a maga határa. Tehát nekem is van egy serdülőkorú fiam, és kopogok, mielőtt bemegyek a szobájába, és nem nézek a telefonjába, viszont minden este beszélgetek vele. Uh-huh. Tehát az én vagyok az anyja, aki az ő érzelmi világát befolyásolja, illetve tanítja. És megkérdezem, hogy milyen volt a napja, és egy bizalmat szavazok neki, ugyanígy a férjemmel is. Nem nézem soha a telefonját, mert neki is megvannak a határai, az intimitása. Szerintem a magánszférának olyan jogú megsértése az, hogy kutakodunk a másik telefonjába, ami nem csak, hogy nem szép, hanem kártékony. Egyébként nem is nagyon jó érzés, hogyha a párunk ennyire bizalmatlan irányunkban. Szerintem az is egy kicsit indukálni tudja ezt a fajta rossz légkört. Hát tudod, nekem ez egyik barátnőm mondta azt, hogy ha valóban történik megcsalás, úgyse talál a telefonján semmit, ha meg valamit talál, az meg lényegtelen. Úgyhogy legyen meg a párkapcsolati stabilitásunk, bizalmunk, hogy ne kutakodjunk a másik irány. Okay. A szakítás témaköréhez értünk itt a beszélgetés végére, ami mindig egy nagy kérdés, hogy ennek van-e know-how-ja, hogy az angol mondja, van-e ennek jó példája vagy iskolája. Lehet jól szakítani, lehet-e jól szakítani, vagy kell-e jól szakítani, vagy egyszerűen csak őszintén ki kell mondani, hogy nekem ennyi volt és vége volt. Hát gondoljuk végig az életünket, hogy mi mikor szakítottunk jól, vagy velünk mikor szakítottak jól, soha. Hát igazán szerintem egy szakítás az fájdalommal jár, mert lehet, hogy az egyik már érzelmileg el van távolodva, viszont a másik még mindig szeret, és ő még mindig esetleg akarja folytatni, tehát megspórolhatatlan a fájdalom. Viszont abban tudunk segíteni, hogy csak addig fájjon ez a dolog, amíg muszáj. Tehát, hogy úgy közeledjünk, hogyha már vállaljuk a felelősséget. Esetleg, hogyha valami olyat tettünk, akkor álljunk oda őszintén, mondjuk el, és szemtől szembe történjen ez a szakítás, ne mobiltelefonon, ne a közösségi médiában, akkor vállaljuk a felelősséget, és őszintén álljunk oda a másikért. Ez egy óriási nagy fájdalom. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy egy szakítás, azt szoktuk mondani, hogy megszakad a szívünk. Olyan szépen leírja ez a kifejezés, hogy nem csak a lelkünket betegíti meg egy szakítás, hanem hogy fiziológiailag is egy fájdalomnak vannak tünetei. És ezt a szakítő föl, és ezt már rögtön abba is hagyom, vegye figyelembe. Tehát, hogy vállalja a felelősséget, fájdalommal fog járni, de nagyobb fájdalommal, ha sunyítunk, meg nem vagyunk őszinték, meg megpróbáljuk az egészet úgy eltakarni, tehát akkor már a felelősséget vállaljuk. Van olyan, hogy minimum idő, most nyilván idézőjelbe, ami után már fáj, tehát inkább azt mondom, mi az az intimitási szint, ami után már nagyon fáj, ha valakit elveszít, mert nyilván néhány hónap járás után gimnazistaként kevésbé viselt, már mondjuk nem feltétlenül, de hogy mi az, szerinted, mi az az érzelmi, mondjuk így mélységi kapcsolatban, ami után már nagyon nehéz elengedni a másikat. Hát ez függ attól is, hogy mennyi ideig voltak együtt, milyen összefonódások vannak, van-e közös gyerek például, gazdasági egységet képviselnek. Ez is nagyon fontos. Így van, rengeteg. De ha visszamegyünk oda, hogy mobiltelefon, féltékenység, hűtlenség, stb. Ugye
ilyenkor az nagy kérdés, hogy akkor most szakítani a bölcsebb, vagy őszintén elmondani, hogy bocsi, de nekem valami hiányzik ebből a kapcsolatból, és tovább szeretnék lépni. Mert ugye ott azért van egy rész, hogy ezt mondjuk megbeszélem a másikkal, vagy elmondom neki, vagy jelzem neki, hogy hé, ha-hó, vészharangot kongatok, mert valami nem működik. A legfontosabb elsősorban az önismeret. Tehát ha aki szakítani akar, gondolkozzon el azon, hogy miért akar szakítani. Nem biztos, hogy a szakítás a megoldás, hogy, hogy azért, mert hogy valami hiányzik neki a kapcsolatból, mert nem tudnak együttműködni. Tehát ezeken lehet segíteni párterápiával. Hát természetesen, hogyha egy harmadik fél érkezik a párkapcsolatba, akkor viszont elé kell állni, és el kell mondani őszintén, fájdalmas lesz, de akkor ezt nem szabad tovább húzni. Tehát az hogy minden mindig a végpont a szakítás legyen, ez nem biztos. Nem minden a szakítás a megoldás. Impulzívan azt gondoljuk mondjuk egy szomorú pillanatunkban, hogy na most szakítok, de legyen már annyi önreflexiunk, meg önismertünk, hogy de miért is akarok, meg párkapcsolati ismeretünk, lehet ezen javítani. Mert de akkor beszéljen meg vele, hogy figyelj, eddig jutottunk, én máshogy érzem. Uh-huh. Hogyan tudnánk ezen változtatni? Még egy utolsó fontos kérdés, hogy amikor a szakítás utáni kapcsolattartásnak van-e szerinted valami receptje? Hát, ha gyerekek vannak, akkor mindenképpen kell. Oké, mondjuk akkor, ha nincsenek. Tehát én ott azt lehetek-e gondolom, a másiknak még utána? Vagy azzal csak nehezítem a helyzetét? Én azt gondolom, hogy azzal csak nehezíti. Tehát, hogy ilyenkor vannak jó a papírzsebkendő, meg a barátok, és állandóan újból és újból elmondani, hogy a másik ilyen, olyan, amolyan kígyót, békát is dobálni, és hát rá természetesen a barátaink között, de hát ez egy gyászidőszak. Tehát, hogy ne siettessük ezeket a dolgokat, mert nem halt meg senki, de a párkapcsolat meghalt, és ehhez is hosszú hónapok kellenek a feldolgozáshoz. Nem jó az sem, hogyha kutyaharapás szőrével azonnal regisztrálok egy párkereső oldalon, és akkor majd én találok valakit, mert egy párkapcsolati csapda vagyok. Mert elvileg azért vagyok ott, hogy ugye azt a jelzést adom, zöld jelzést, hogy én itt vagyok, hello, sziasztok, ismerkedhetünk, de nem vagyok lelkileg kész. És ezért van az, hogy elkezdenek ismerkedni az emberek, és hirtelen az egyik eltűnik, mint a szellem, nem válaszol, és a másikban meg ott hagy egy önértékelési bizonytalanságot, hogy miattam. Esetleg volt képcsere egyebek, és nem tetszettem, közben nem erről van szó, csak ő még nem volt kész arra, hogy egy kapcsolatot kialakítson. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Kata. Nagyon köszönöm szépen.